Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Nagyon jó lehetőséget kaptunk itt a bálnába, hogy bemutatkozhatunk, és nagyon jó, hogy nyitottak a fiatal művészekre. Nagyon szép a bálna, és nem olyan régen nyitotta meg kapuit. Belül egy műemlék, egy ilyen raktárhelység, és akkori építették ezt a monumentális bálna alakú üvegépítményt. A környezet, a látvány is csodálatos, hisz amikor idefelé jön az ember gyalog sétálva, vagy kocsival, láthatja a rakparton ezeket a csodálatos építményeket. Kifejezetten az volt a művész többi alkotótól a kérés, hogy divatfotókat hozzanak el. Itthon nincs akkora nagy divat élet, mint külföldön. Úgy gondolom, hogy ezért saját kézbe kell vennünk az irányítást, és nem várhatunk arra, hogy mások helyettünk megcsinálják a kiállítást. Ez az első ilyen alkalom, hogy ezt a kiállítást megcsináltuk, először az Image galériába, és onnan azonnal jött a felkérés, hogy költözzünk a bálnába. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy a divatfotók mi az, amiről leginkább szólnak így, így mindenki nagyon könnyedén bele tud csatlakozni, és ő is, mint divatfotós tud azonosulni, és szerintem ez a vágy, hisz a divatfotók ikonokról szólnak, vágyakról szólnak, megjelennek ezek a vágyak helyszínekben is, de akár vágyunk a ruhákra, a tárgyakra, amik szerepelnek ezeken a fotókon, vagy lényegében a karakterek is, amiket létrehozunk ilyenkor a divatfotókon, azok is egy ilyen vágyott, archetipikus, megalkotott alakok. Deák Ív szerintem a nagyon népszerű fotós, nagyon szeretik a munkáját, kicsit ilyen underground, nagyon friss munkái vannak. Tóth Kristóf egy kicsit olyan letisztultabb vonalat képvisel. Ő a legfiatalabb köztünk, több külföldi magazinba szerepelt már az anyaga. Krebs Áron, ő a legidősebb tagunk, de hát ő is még nagyon fiatal. Ő szereti a hagyományos fotókat, érdekli a divat, ő csinálja az Image galériát, és a stúdiójában portfóliókat készít. A Jámbor Zsófia egy debreceni lány, ő nagyon különleges, szép munkái vannak, meg tudja ragadni a modelleknek a lényegét, a lelkületét, és teljesen a természettel egy ilyen harmonikus egységben mutatkozik meg. Erdős Áron nem olyan régen kezdte ezt a szakmát, ő a Krea Művészeti Iskolában másodéves hallgató, nagyon érdekli a divat, szeretne elsősorban abba az irányba menni. Schindler Gabriella nagy példakép, a Tim Burton féle világ, és egy kicsit szerintem vissza is jönnek ezek a munkáin, így egy ilyen teljesen álomszerű, vágyott világba kerülünk. A Gáspár Milán készített a Nobu ruháira fotómintákat. Nagyon szereti a letisztult vonalakat, természeti formákat. Én eredetileg képzőművészettel kezdtem el foglalkozni, és 2007-ben tanultam fotózást. Nekem már a nagyszüleim igazából textillel foglalkoztak, és akkor mindig nagyon tetszett ez a világ, de először azt gondoltam, hogy talán a textil része, de aztán rájöttem, hogy valójában a fotók jobban tetszenek. Szeretek olyan fajta karaktereket megjelenteni, akik idealizálva vannak. A képzőművészet múltamat nem tudom letagadni, egy kicsit szoborszerűvé válnak a modelljeim. De a legtöbb fiatal fotós azért arra vágyik, hogy minél több megjelenése legyen, és minél szélesebb körbe el tudjon jutni, minél több magazinba szerepelhessen. Nyilván, hogy számomra is ez a vágy, álom, hogy minél több magazinba szerepelhessen az anyagom. Valószínűleg a többiek is így vannak ebben. Biztos vagyok benne.